Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma, június 20-án 2020-ban egy újabb videóval tőlem Ikellánk, lélektárs, szerelem, mit gondol, mit érez ma irántad, és mi a legközelebbi lépése. Mint ahogy látod, hoztam a szép Lenormand kártyáimat, a Kiro Maketti Gilded Reverie Lenormand kártyákat. Mielőtt a kártyavetést vagy a keverés kezdeném, megkérlek, hogy huny be a szemedet, és élvezd a hegyi kristály hangtálam rezgését, valamint még a kártyákat keverem, koncentrálj a lélektársadra, és küldd el a gondolataidat én nekem. Vagy a csatornámon köszöntelek, ha már többször itt voltál, szintén köszöntelek, és örülök, hogy újra meglátogatsz. Mint ahogy látod, váltottam a szobámat. Most per pillanat váltottam, most ebből a szobából veszek neked egy videót fel, és megkérlek, hogy küldd el a gondolataidat, és koncentrálj a lélektársadra, vagy az Ikellángodra. Ha még nem ismersz, akkor most elmondom, hogy igen, én a magyar nyelvet gyakorlom. Igen, született magyar lány vagy, magyar nő vagyok, igen. Torontál-Tordából származok, de már 30 évét Németországban élek, és keveset használom a magyar nyelvet, és szeretném a szókincseimet bővíteni, hogy magyarul is tudjak veletek kommunikálni, és ezen a módon tudom ezt gyakorolni. No, koncentrálj a lélektársadra, és küld a gondolataidat ide én nekem, légy szíves. Nézd, a kiugrott a hűség te neked, a hűség. Mit érez a szívébe irántad? Nézd a szerettékedet! Mit érez irántad? Az utolsó kártya azt jelenti, hogy próbál egy hidat az irányadba felépíteni. Érzelmileg, persze nem szószoros értelemben, hanem érzelmileg egy kapcsolatot szívből szívbe kisugározni, próbál egy hidat irántad fölépíteni. Na, ez az energia itt van vele. Na, a fejében, hogyha rád gondol, látod, nagyon hű hozzád, nagyon hű, nagyon odaadó, lojális, ez egy más életet is szimbolizál, egy régi kapcsolatot, egy lélektárs kapcsolatot, nagyon régi, látod, itt az idő, az tudja, tudatosodik benne, hogy szintén valami összeköt benneteket, ami már nagyon régi, nagyon ismert, nagyon megbízó, nagyon hű kapcsolat, és azt tudja. És a kulcs itt van nála, hogy felismerte, megtalálta a nyitját, tudja, hogy milyen kapcsolat is ez most neki a fejébe. Na, nézzük, mit érez a szívébe irántad. Irántad érhez, ez egy nagyon-nagyon
nagy biztonságot, stabilitást, szóval itt egy nagy biztonságot adsz neki, úgy érzi magát, hogy igenis otthon vagyok, igenis megérkeztem, igenis ez egy nem felsőleges kapcsolat, vagy olyan könnyű kapcsolat, hanem igen, egy nagyon-nagyon mély kapcsolat, és tényleg, hogy tudja ez a bölcs tudás, a bölcses tudás a szívében ott van, hogy igenis tudja, hogy én megérkeztem. Ez a lelkem, aki nekem ezt az otthoni érzést megadja. És ez az az igazi, mély, őszinte, végtelen szeretet. És a hattyúk szintén azt szimbolizálják, amikor egy hattyú meghal, a másik, a párja az mindig egyedül marad. Ez egy olyan odaadó állat, hogy meg a kutya is, szóval a kutya az nagyon hű a gazdájához, az olyan hű, hogyha akármit csinál a gazdája, meg hogyha meghal is, hogy a kutya szenved utána, hogy annyira hű, és ez a szívébe, ez a nagyon hű kapcsolat azt szimbolizálja, hogy igen is, ti ismeritek más életből magatokat, ez a nagy hűség, hogy halálod után is még hű lenne hozzád, mint ahogy látod, mint hogyha ez tükörbe így két részbe elosztódna. No, ez jött itten ki a szívébe, és hogy fog tovább alakulni? Mint ahogy látod, szóval lesznek meghívások, lesz randevú lehet, vagy lesz egy kis flörti, vagy írte neked, szóval romantika, virág, az mindig romantika, az mindig nagyon finom, nagyon pozitív érzés, de lesz egy kis sértelem is, szóval sérelem is, vagy megsértődött még, vagy vannak még ilyen megsértődött dolgok, megsértődött témák még, amit te még nem is tudod, hogy miért, vagy hogy lehet, hogy fogtok majd a randin róla beszélni, hogy megmondja, hogy mi bántotta őtet, micsodát titkolt tőled, lehet, hogy volt kapcsolatban, és ott voltak ezek a sérülések, ami neki tudatosodik most benne. Lehet, hogy tükröztél neki valamit, lehet, hogy fölhoztál benne valamit, lehet pontosan, hogy valamit megingattál nála, és följött nála. Ez most a kijelzés. Én most fogok neked a Réka a hetedik feltűn kártyából egyet venni, és itt van még egy nagyon szép kártya, ezt ugyan németül csinálom ezeket a jelzéseket a csatornámon, ez pedig egy indiai, úgy hívják, hogy Inda Isten, Indiából, azok az istenek, ez az orákulum kártya, mit üzen a lélektársadnak. Nem tudok minden nap készíteni, de igyekszem sűrűbben videót csinálni neked. Örülök, hogyha ezzel neked örömet szerzek, és hogyha követed a csatornámat. Na, nézzük. Ez pedig a saját kártyáim, a hetedik felhő, a Réka kártya, a németül, de én ezt szívesen lefordítom neked. Ez az angyal energia, vagy az angyal tudat szint van benne, és kérjük az angyalokat, melyik angyal kíséri mostan a lélektársadat, vagy az ikerlángodat. Na nézd! A visszavonulás magába zárkózás, az visszavonulás angyala kísérés, azt mondja neki, hogy vonulj vissza a hektikből, ebből a stresszből, a lármából, a mindennapiból, és kapcsolódj magadhoz, és érezd bele magadba, hogy mit érzel a szívedbe. Ismerd fel a saját mély igazságodat. És a szépség,
a szépség angyala kíséri, és azt mondja, hogy hagyjad, hogy a belső szépséget ki áruljon belőled, hogy áraszt ki a te saját belső szépségedet magadból, legyél kedves, legyél előkelő, legyél segítőkész, és mindevel a szerető tulajdonságokkal ki tudod a szépségedet fejezni. Mit mond még az Istennő kártyái? Bátorság, vagy merészség. Govárd hanát hára. Azt mondja a bátorság, hogy ez könnyedén is lehet. Ez könnyedén is mehet minden előre, hogyha te bátor vagy, könnyedén fog minden fejlődni. Remélem, ez tetszett neki, rezonáltál evel a kirakással. Ha ez így volt, persze, hogy örülök, hogyha egy lájkot itt hagysz, és annál jobban örülök, hogyha legközelebb szintén velem tartasz. Sok szeretettel üdvözöllek benneteket, Valéria.